Köszöntöm nézőinket, ez a Mozaik a Sopron Televízióban. A Soproni Múzeum az első világháború centenáriuma alkalmából 2015 elején egy érdekes kiállítást rendezett be a Lábas Házban. A tárlat visszaigazolta a várakozásokat, és a soproniakat nagyon érdekelte, rengetegen megtekintették. Most visszatérnek ehhez a korszakhoz, de egy egészen új szemszögből, hogy miként, arról beszélgetek dr. Török Róberttel, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátó Ipari Múzeum igazgató helyettesével, akit sok szeretettel köszöntök. Én is köszöntöm Önt is, és a nézőket is. Az a címe a kiállításnak, hogy Gulyás ágyú és roham sisak, avagy a nagy háború gyomor nézetből. Ez egy nagyon vicces cím egyébként. Mit is takar tulajdonképpen? Mit fogunk mi látni majd a pénteken nyíló kiállításon? Tulajdonképpen tudatos volt ez a címadás, hiszen a kiállítás tulajdonképpen egy gyűjtőházas párnak az anyagán alapul. Spekál József mérnök ezredes és kedves felesége S. Nagy Anikó gyűjteményén alapul ez az időszaki történeti kiállítás, amely a hat történeti múzeum, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum és a Soproni Múzeum közös kiállítása. Maga a cím valóban nagyon érdekes és nagyon izgalmas, hiszen a múzeum, a mi témakörünk általában nem az első világháborúba szakosodott, értelemszerűen ez a kiállítás az élelmiszerellátásról, tehát a nagyháború gyomornézetből, tehát a vendéglátóipar és a kereskedelem felől közelítené meg a kiállítás témáját, tehát megtudhatjuk belőle a tárgyakon keresztül, hogy hogyan alakult a hátország helyzete, és az első világháborúban a katonák hogyan kaphattak élelmiszert, italt, stb. Tehát maga a téma nem várt, tehát nem egy szokványos első világháborús kiállítás, hanem inkább az érdekességekre próbálunk koncentrálni. Annál is inkább, mert a két múzeum, a Hadtörténeti Múzeum és a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum tudatosan az elmúlt 4 évben, hiszen most tudjuk, hogy az első világháború 100 éves évfordulója volt, Háborús Hétköznapok címmel egy tudományos konferencia sorozatot is rendezett, amelyben pont ezt a témát próbáltuk feltárni, hogy nem csak a hadtörténettel kell foglalkozni, hanem valójában az első világháború nagyon mind a mai napig hatott, ugye a történeti tudásunkra, gondoljunk csak Sopron városára, ugye a Civitas Fidelissima, tehát az első világháborúnak köszönhetően utána ugye a szavazás eredményeképpen itt maradt ez a régió, tehát egy nagyon fontos szerepe van, akár itt Sopronban az első világháborús téma jobb megismerésének. Hogy kell elképzelni ezt a kiállítást egyébként? Tehát hogyan lehet úgy bemutatni egy történelmi eseményt és annak hátterét, mondjuk most pont a gasztronómia tekintetében, hogy a kettő egy síkon fusson, és tényleg megismerjük ezt a korszakot? Megpróbáltuk a tálatot úgy elkészíteni, hogy különféle tematikus egységekre bontottuk a kiállítást. Ezt annál is inkább indokoltam, mert az eredeti helyszínen egy emeleti kiállító térben 7 darab ilyen kisebb interjőr rész volt lehetőség. Ezért tulajdonképpen már a kiáltásra beérkező látogató is egy érdekes látványt fogad, egy ilyen felépítettünk, amelyet egykor a katonák építhettek fel, egy ilyen fából ácsolt kaput, amelyre ugye Isten veled, várunk vissza felirattal beérkezik a látogató, tehát megpróbáljuk a front egyes helyszíneit és a hátország egyes helyszíneit bemutatni. Az élelmezés, az élelmiszer ellátás, illetve kereskedelem zárójelbe vendéglátás, ha egyáltalán volt, bemutatásával. Ugye, ahogy belép a látogató, a kaputól balra rögtön megjelenik a Drágaság palotája. A Drágaság palotája az a vásárcsarnok volt, az egykori vásárcsarnokok vagy piacok, ahol ugye nagyon drágán lehetett élelmiszert vásárolni, hiszen az első világháborúban, majd látják is a látogatók a plakátokon, ugye mindent korlátoztak, tehát a tejfogyasztástól kezdve a húsfogyasztáson át, a cipő talpat magát, a bőrt, vagy a vasfém kereskedelmet, tehát itt nagyon nehéz helyzet állt elő, annál is inkább, hogy a férfiak elmentek ugye a frontra, és hát itt a haszonban dúskáló kereskedők pedig jól kihasználták ezeket a lehetőségeket, és ezért ugye nevezték a piacokat a Drágaság palotájának. Természetesen mindent hamisítottak, ugye ezzel együtt megjelenik ez a vonal is, ugye mi ott a teljes kancsókat helyeztünk ki, ugye
ami szintén hamisításra adott okot, de természetesen tudjuk, hogy jegyrendszert is bevezettek, tehát innentől kezdve hogy a sorban állás természetes velejárója volt a háborúnak, de egyébként megjelenítjük nem csak a hátországot, hanem a front életet is. Berendeztünk egy tábori konyhát, ugye a gulyáságyú a címe a kiállításnak, ugye a gulyáságyú az a... Igen, mi is az a gulyáságyú? Szerintem sokan hallottak róla, de nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy ez mi célt szolgált. Igen, már az 1880-as években kísérletet tettek arra, hogy a hadsereg részére mozgó konyhákat rendszeresítsenek. Legelőször 1904-1905-ben a japán-orosz háborúban vezettek be gulyáságyút. Mind a mai napig használatos, tulajdonképpen azért ez az elnevezése, mert ugye a kályha csöve ennek a mozgó konyhának tulajdonképpen úgy néz ki, mint egy ágyúcső, és persze nyilván gulyáslevest is főzhettek benne, és ezért lett ez az elnevezés. Sajnos nem maradt meg korabeli eredeti, tehát első világháborús korabeli gulyáságyú, még a hadtörténeti intézetnek sem, mert másolatban ugyan van. De ezért mi inkább mást mutatunk be, hát rengeteg képen láthatóak a különféle mozgó trének, mozgó konyhák. Mi egy két katona töltöztettünk be, ahol épp levesosztás van, de egyébként azt is láthatják a látogatók, illetve a nézők, hogy hogyan teremtettek helyzetet maguknak a katonák, hiszen ugye élelmiszert kellett szerezniük. Látható egy gyalogsági ásó, ami épp kávét pörkölnek, ugye, vagy például a rohamsisak, amely másra is alkalmas volt, nem csak arra, hogy a fejet védje, hanem tulajdonképpen ez egy szállító eszköz volt, hogyha szereztek élelmiszert, abban tárolták például gyümölcsöket, kukoricát, stb. Tehát abban tudták szállítani. Van egy külön rész, hentes részleg, ugye a mozgó menázsi, így hívták, a vágó állat, ugye ez egy nagyon bonyolult logisztikai dolog volt, hogy megszervezzék, hogy tulajdonképpen az élelmiszer és a víz utánpótlás kövesse a frontot. Ez általában nem sikerült, tehát nagyon, nagyon lefogytak a háború végén, tehát mindig ugye elindították a marhákat, de ugye a marha nem olyan gyorsan megy, mint a mondjuk a vasút, amelyen szállítottak, vagy ugye a lovaskocsi, tehát itt mindig zavar volt az élelmiszer ellátás, ugye kávét kaptak, meg levest, meg volt a fejadag, de ez bőven nem elégetette ki a katonák. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy most ez leragadt meg picit a mozgó menázsi mellett, hogy az állatokat, vagyis hát a húst úgy tartották frissen, hogy maga az állat vándorolt a fronton. Így van, így kell elképzelni, vannak erről fotók. Itt a kiáltáson ki is tettünk egy hústőkét, bárdal, tehát ott a helyszínen vágták le, és ott főzték meg a katonáknak. Külön érdekesség ugye a szeretett csomag. Ugye a rengeteg újsághirdetést láthatunk az első világháborúban, hogy a kereskedők is jól kihasználták ezt a lehetőséget, tehát küldjünk tábori csomagot a frontra, amelyben természetesen helyeztek csokoládét, nagyon fontos volt a dohány, cigaretta, ezen kívül küldtek fertőtlenítőszereket, ugye lizoformot, sorsborszeszt, vagy kisbicskát, tehát ilyen eszközöket. Na most ez megint visszaélésre adott lehetőséget, hiszen azokat a csomagokat voltak előbontók, akik először kibontogatták, és utána esetleg megkaphatta az, aki kössünk hósapkát, ez is egy hirdetés volt, tehát például ilyen ruhaneműt is küldtek nyilván az olyan hidegebb frontvonalakra, ahol ugye az állás háborúban, ez nagyon fontos kiemelni az első világháborúban, nagyon sokszor állt a front, tehát hogy ott várták, hogy történjen valami, sokszor több hónapon keresztül is csak voltak ott a gödörbe, és várták, hogy történik, de hát tulajdonképpen ezeket a katonákat is el kellett látni. Picit térjünk vissza Spekál József mérnök ezredesre, akinek ugye ez a magángyűjteménye. Tudom, hogy erről valószínűleg ő tudna sokat mesélni, de gondolom megvan a sztori, hogy miként kerültek hozzá, hiszen hogyha ő ezt elkezdte gyűjtögetni, akkor gondolom ez nem egy pár évnek a gyűjtőmunkája volt, hanem hosszú éveknek a gyűjtőmunkája, de hát az első világháború 1918-ban véget ért. Így van, tehát ő körülbelül 15-20 éve kezdte el az első darabot gyűjteni, és ők tulajdonképpen azért gyűjtötték ezt a gyűjteményt, mert ők egy
könyvet szerettek volna létrehozni, hogy ahhoz legyen történeti tudás, forrásanyag, tehát tárgy, mint történeti forrás. Ezért kezdtek el gyűjteni. Ugye tudjuk, hogy a felkedves feleségem muzeológus, tehát van gyakorlata, és megkerestek minket, ugye a Centenáriumi Emlékbizottság pályázati kiírásán nyert ez a kiállítás, és ebből finanszíroztuk a tárlatot, és akkor szerepelt először ez a hatalmas gyűjtemény, amely nagyon érdekes, mert így egyben ilyen tárgyak nem jelenhettek meg, és nem is volt például ilyen tárgyai nem voltak a hat történeti intézetnek és múzeumnak. Szerencsére ők felajánlották megvételre, és két évvel ezelőtt a hat történeti intézet és múzeum meg tudta venni a teljes gyűjteményt, ezzel egy nagyon szép látványos anyag kerül ugye először bemutatásra. Szerintem a legkülönlegesebb tárgyak ezek közül azok a propaganda eszközök, tárgyak, tehát tányérok, sótartó, leveses tál, amely az első világháborúban nagyon divatos volt, ezek zömmel cseh porcelánok vagy kőedények, és ami talán az érdekessége, hogy a háború előtt készleten megmaradt termékekre ugye rányomták a propaganda képeket, az uralkodók portréit, és ugye ezzel a tárgyak is katonaruhába öltöztek, tehát mindenképpen ez a gyűjtemény nagyon látványos, színes, és talán itt is, ha elmegyünk a régi soproni polgárok házaiban még egy-két ilyen tárgy, Ferenc Józsefes bögre, vagy Vilmos császáros tányér még előfordulhat, hiszen azért ezt utána a katonák használták otthon, és az első világháborús emlék kapcsán azért kihelyezték a konyhák, vagy a szobák falára. Úgyhogy ebből a szempontból talán nagyon izgalmas és látványos lesz ez a tárlat. Hogyha már itt szóba került, hogy az otthon tartott emlékek és a kiállítás is nagyjából így épülhetett fel egyébként, hogy magán embereknél meglévő tárgyakat sikerült beszerezni? Igen, tehát ők a gyűjtő útjukon mindenhova elmentek, ha kellett Szlovákiába, ha kellett külföldre, ha kellett piacra, vásárba, személyes kapcsolatok révén, tehát hogy egy gyűjtő az nyilván a legfontosabb tárgyakat begyűjti, és ami hiányzik, pótolja, tehát egy még sorozati darabokat is sikerült kapcsolatai révén Jóskának összeszedni, úgyhogy ez elég látványos lesz annál is inkább, hogy a kiállításon egy konyhai részt is berendeztünk, tehát ahogyan ez annó otthon szerepelhetett, és ami még érdekes, hogy ebben a korszakban megjelentek a reformkonyha, vagy a reformétkezés. Talán kevesen tudják, hogy nyilván most sokan vannak olyan emberek, akik nem esznek húst, de ez az első világháborús húshiánynak köszönhető, tehát 3-4 szakácskönyvet is bemutatunk itt a vitrínben, amely a takarékos főzésről, vagy a hús nélküli táplálkozásról szól. Ugye rengeteg termék megjelent ebben az időszakban, mely valamit pótolt, tehát nem volt tea, nem volt citrom, nem voltak egyéb, ugye például gyarmatáruk egyáltalán, mert a világkereskedelem is nem működött. Éppen ezért szerintem talán ez is egyik érdekessége a kiállításnak. Külön meg kell még említenem, hogy a kiállítás alkalmával hoztunk kiállításvezetőt is és könyvet is, amely bővebben taglalja a témakört, és ezt a kiállítás ideje alatt meg lehet vásárolni. És a kiállítás pedig ugye április 1-ig tart, hogyha felkeltettük nézőink kíváncsiságát, és remélem ez megtörtént, akkor érdemes majd a Lábasházba ellátogatni. Én nagyon szépen köszönöm dr. Török Róbertnek, hogy elfogadta a meghívásunkat, és mindezt bemutatta nekünk. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, ez volt Mozaik című műsorunk, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra!